Jó reggelt, ma vasárnap van, 7:30, mert kicsit meg vagyok csúszva. 7 órakor akartam elindulni, ugyanis ma megyek anyáékért Veszprémbe, és viszem őket szépen Bélapát falvára, hogy holnap el tudják kezdeni a gipszkartonozást a kisházban. Nagyon-nagyon izgalmas. Most a kisbuszt, a céges kisbuszt elhoztam erre az útra, mert egyedül ezen van vonóhorog, és kell a vonóhorog, hogy apának a szerszámait el tudjuk hozni, ugye utánfutóval hozta haza Németországból. Úgyhogy nagyon szuper kis road trip vibe-ok lesznek ma. Elmegyek Veszprémbe, az 3 óra, vissza Bélapát falvára megint 3 óra, onnan másfél óra haza. Úgyhogy egy jó pár órát a kocsiban fogok tölteni, de nagyon-nagyon kényelmes a kis busz, és nagyon jó vezetni, imádom. Az egyébként egy 9 üléses Ford. Már hát 5 éve megvan a cégben, és mindig én hordom szervizbe, úgyhogy imádom. Imádom vezetni. Jó nagy, nézzétek! Jaj, itt ülök a magasban, a dúcon. Na, úgyhogy ez lesz a program a mai videóban. Indulás! Megérkeztem! Pakolás! Szia! Szia! Jóni! Fú, de vagány vagy! Az óriás! Csak pakoljál, baba! Ez nem jutott eszembe, hogy... Megy. Kukazsák mindig is legyen nálad, azt mondja. Jó, mi? Imádom. Én ezt meg akarom venni, és egy alvós pusznak csinálni. Vállalkozó mester vagy. Királyság! Indulás! Road trip! Na, úton vagyunk már, megy a nyom... Na. Azt mondja, a videóhoz a kanya, úton vagyunk már, megy a nyom... Na, nyomjuk a road tripet, már úton vagyunk, fél úton igazából, most álltunk meg itt a 60-as fogadóban az M3-ason. És befaltunk egy jó kis svéd asztalos ebédet. Végül is átültem az anyós ülésre, mert... Hát anya beijesztett, hogy olyan az utánfutóval közlekedni, mint a csuklós busszal, úgyhogy azért apa vezet. Úgyhogy apa, most mondhatod a line-odat, most mondhatod a szövegedet. Nem úgy ment volna nekem. Ja, hogy a diétás cuccos? Nem, azt akartad már háromszor elmondani, hogy nyomjuk az építkezést. Ja, hogy persze, hát nyomjuk az építkezést. De előbb meg kellett alapozni. Kapott te vacsira egy ekkora kisebb méretű rántot. Akkora, mint a fejem, fordítsd el. Úristen, de nagy. Először alapozunk, aztán meg bekalapozunk. Na, let's go, gyerekek! Nyomjuk a road trip-et. Anya, jól érzed magad, anyukám? Igen, nagyon. Te ott el vagy ott hátul a buszba. Jó vezetni a Fordot, apa? Jó, bizony. Szeretünk. Csuklós busz jön utánunk? Jön, jó van. Hát, de még a csika lépcsői. Jó. Megérkeztünk! De jó, anyáik még nem is látták egyébként élőben a kis házat, úgyhogy nagyon izgalmas. Na, inkább ide gyere, amit innen tolja. Kanyarítsátok egy kicsit erre, mert neki megyek. Piros hordó. Tehát, hogy olyan érzés, hát én ezt már láttam. Ja, van csak az ajtó. Gyertek, nézzük meg a házat, aztán utána nyitom a... Jó van. Na, mit szólsz? Na, erről van szó. Juhu, ez rendben van. De gyönyörű. Ez ezek a nagy üvegablakok. Mert amúgy az ablak üvegből van, de nem baj. Csodálatos, de tényleg. Ha lehetne fóliából is valaki, még jobb lenne. Az nem törne ki. Új, de szép! De szép! Mennyivel szebb ez, mint ami itt volt, Tina. Ugye? Hát ez nagyon megérte. Na, mit szólsz? Papa Joe, jó lesz? Fasza. Na, erről beszéltem. Rendben van az ember. Jó lesz? Ja, ezt akartam. Nagyon jó, ide jön mellé a ezé, fal, ez oda beköt, csúcs, kis csúcs, ott csúcs. Nagyon pici lesz számít, azt tudod elézéd, pultot. Nem baj. Szia, lakás! De tudod, milyen baj jó?
hogy galéria. Azt persze előre megfújjuk. Persze. Addig ide kiülnek, és rálátnának. Nem, nézd, itt lesz a kanapé, üvegajtó. Rá fogsz látni a hegyre, így is, úgy is. De a fától szerintem sokkal jobb ilyen erdei házas kabinos hangulata van. Az is jó, valóban. Hol lesznek a lámpák? Mindenhol. Itt lesz kettő. Kipakoltunk minden szerszámot szépen, és gyerekek, kész van a kábelezés, kész van a vezetékezés, itt lesz a kis fürdőszoba. Apa azt mondta, hogy nagyon szuper munkát végeztek a vizesek, úgyhogy itt van minden, csövek, kábelek, jaj, gyerekek, nagyon jó lesz. És már apának ide be vannak készítve szépen a gipszkartonok, úgyhogy holnap szépen kezdik is a munkát. Nagyon-nagyon jó. Én holnap sajnos nem leszek itt, de majd anya fog egy-két videót készíteni. Na, úgyhogy ennyi. Most megyünk. Holnap bekerül majd a bejárati ajtó is. Nagyon izgalmas. Majd anya csinálni fog egy-két kis klippet nektek, aztán szerdán jövök, és megnézzük a progresszt. Egyelőre a konyhában, mert itt a fürdőfallal megyek el kívül. Képzeljétek, besettenkedtem, bekiabáltam, hogy jó napot! És anya nem ismert meg először, mert rajtam volt így a csukja, de muszáj volt eljönnöm. Muszáj volt eljönnöm, nem bírtam ki, ma hétfő van, anyáik ma kezdték. Már elkezdték beosb-zni szépen a falakat. Úgy volt, hogy ma dolgozok és nem jövök, de nem bírtam ki egyszerűen. Ez az első nap, hogy itt vannak, hát muszáj volt lejönnöm, úgyhogy délben leléptem, és most itt vagyok, hoztam nekik kávét. Képzétek, itt Szarvaskőn van egy Makákó kávégyár nevezetű kis. Hát ez egy kicsi kocsi, de kitéve az út szélére. Tudjátok, ez a három kerek, amit Olaszországban is lehet látni. Úgyhogy ott onnan hoztam nekik, anyának egy pisztáciás lattét, apának hosszú kávét, meg magamnak vettem egy chai lattét, mert imádom a chai lattéjukat. Na, de... Nézzük, mi történik ott bent. Jó napot! Hogy én is tudok csavarozni, alul én sem tudok. Anya in action. Wow! Mi szóltok, hogy itt nálam kell doldozni? Nagyon jó érzés. Mondtam anyádnak, hogy vendégmunkásokat fogadtál. És tényleg. De jó, fog kinézni. Szóltozok vele, egész OSB-k vannak. Csöc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 sö
fejtámla, amit apa fog csinálni. Minden. A mikrot hűtőt is te fogod csinálni. Na, egyébként nézzétek, berakták szépen a bejárati ajtót is. Csodálatos, ugyanolyan diószínű, mint az ablakok. És hogyha becsukjuk, akkor ez lesz a látvány. Itt fog titeket Joe bácsi minden reggel kelteni. Nem, de tényleg, tehát itt lesz a kanapé, és ez lesz a látvány a kanapéból. Oda nézzetek, hát nem csodálatos? A helyzetben a lézer. Valahogy nagy fölösszeg volt, jó? Billegni fog. Felkerült az első karton, gyerekek, ahogy a lányom mondaná, gyerekek, elalakban a sarokban található. Megérkeztem! Itt a csempe!
Juhú! Na, gyerekek, megjöttek a csempék! Jaj, de izgalmas! Ezt a terrakotta csempecentrumból rendeltem, és... Úristen, nagyon izgatott vagyok. Hogyan nézhetném meg? Hogyan nézhetném meg? Ezt el kell hordanunk innen, mert most ide le van csak dobva egy raklapra. Az előbb hozta a futár, látjátok? De szerencsére ilyen kis dobozokban van, úgyhogy anyával szépen behordjuk mindjárt valami olyan helyre, ami azért fedett. Mert a pincébe most nem tudjuk rakni, ugyanis holnap jönnek a kútfúrók megcsinálni végre a gépészetet. Hoztam pumpkin spice lattét, apának meg pisztáciás lattét. Na most igazi ősz van, most már fázom is, most már hideg is van, lehet felvenni a narancssárga sapkát, úgyhogy egészségetekre! Oh, nagyon finom, finom! Finom! Nagyon. Jó hideg van itt most, hány fok van? Nem tudom, én reggel jobban 13, fáztam, de nem? Olyan csípős a szél. Na, addig én gyorsan megnézem. Na, addig én gyorsan megnézem, hogy hogy haladtak itt bent a mesteremberek. Oh, úristen! Falak, gyerekek, falak! Júj, de izgalmas! És már itt is ki van OSB-zve a fürdőszoba. Júj, de jó lesz, gyerekek! Júj, de jó! Most pont úgy nézünk ki, mint aki házat épít. Eljöttünk a Zobiba anyával. Azt akartam, hogy ezt egyesével lehet, de ő veszik. Nehéz ám amúgy, anya. Most viccen kívül gondolom. Van egy bot. Na, ide behoztuk szépen a csempét. Gyerekek, ez a nagy lap. Ez fog menni majd fürdőszoba padlójára. És itt vannak a kis csempék. Úristen, nagyon izgulok. Úgy kibontanék egyet, de nem akarom, mert félelmetes. De itt van. Ezek a hosszúkásak, ezek a kicsikék. Nagyon szépek lesznek. Jó reggelt! Dörtök. És hogy álltok ő? Jó napot! Azt a csodálatos! Oda nézzetek, ez mind anya csinálta. Jaj, de ügyesek vagytok. Kukucs! Ha? De bezemúgoztam magam. Anya, ezt te csináltad. Nagyon ügyes vagy. Meg akarnak tanítani engem csavarozni. Oda néz. Nem láttam. Újra. Így fogod meg. Tudj, így. És akkor... Annyi. Fölmászol a létrára. Oké. Okay. Oda a vonalra, igen, ott veszel egy csavart, azt nyomod befelé, meg kell nyomod. Először. Oh, ennyi jó, hát szél Magyarország. Jó. Úgy. Benne vagyok, hogy lássák, hogy én csinálom. Wow. Ennyi. Látjátok, én csinálom. Kész. Ott. Nagyon ügyes vagy. Mint ez kijebb jött. Akkor húzd le róla a csőt. Így megfogod. Kész. Hibátok. Csőt kérek. Opámi. Csőt kérek. Csak te nem vagy benne. Ez nem baj. Tudok csinálni. Most ezt így végig kell raknom? Az. Jó reggelt! Péntek van. Igazából nem reggel van már, hanem dél, de anyával elmentünk megint boltba, meg ilyenek. Addig apa itt már nyomta a melót. Mit csináltál eddig? Bezártam itt a falakat. Meg elkezdtem itt a szerkezetet. Hú, de jó! Oda nézzetek! Belül a falak teljesen készen vannak. Le kell csavaroznatok. Jó. Az a ti dolgotok, én meg megcsinálom itt ezt a pengefalat. Hú, de jó, itt lesz egy pengefal. Meg a WC dobozolást. Nagyon jó lesz. Nagyon jó lesz, majd meglássátok. Ez van az étlapon, novára. Na, úgyhogy megyünk csavarozni, egyébként nagyon-nagyon jól haladnak a pályék. Tegnap én is nyomtam a csavarozást, nagyon menő vagyok. Itt ezt a falat én csavaroztam, úgyhogy ha majd itt lesztek.
ültök a kanapén, és néztek arra fele, akkor majd gondoljatok rá, hogy azt a falat én csavaroztam. Na, munkára fel, fiatalok, nem érünk rá egész nap. Nézzétek a hegyet. Tiszta hoa-hoa idő van. Ez a kedvenc látványom, amikor így száll fel a köd, meg a felhő, hát csodálatos. Ez igen. Hotáblán. Hol van a felíró hotáblán? Itt van. Ralala, megjött barba, papa. Figyeljetek, apának mondok valamit, vagy mutatok egy képet, és megcsinálja, és ennyi. Nem gondolkodik rajta. Megoldja. Innen van a Martina megoldja, hogy szerintem ez úgy volt eredetileg, hogy Zsolti megoldja, nem? Hú, de király, apa! Ta-da. Nagyon jó lesz! Na, akkor én ezt csináltam. Így kigondoltam, hogy ez is tökéletes lesz. Amúgy. És akkor ott van az eredeti. Mert apáé. De rájöttem azért. Sziasztok! Már szerda van, egy új hét, és végre megérkeztem a telekre. Óriási a progressz, mindjárt megmutatom nektek. De nézzétek, mit hoztam. Elhoztam a páraelszívót, az indukciós főzőlapot, a konyhai mosogatótálcát, meg polcokat, vagy milyen szekrényajtókat a konyhához. Mert ma elvileg el fogja kezdeni apa a konyha bútort, és ugye ahhoz el akartam hozni, hogy be tudjuk próbálni, hogy fér el, meg ugye ki kell vágni, meg mit tudom én, de figyeljetek, nagyon jó lesz! Jó napot kívánok! Még a galéria. Apa most megerősíti éppen a galériát, mert amúgy azt Csongi csinálta volna, de apa azt mondta, hogy nem akar várni, úgyhogy nézzétek, itt van a pengefal, itt a fürdőszoba, jó, de jó lesz! És már itt is kész van a mennyezet. Csodálatos! Úristen! Ezek az oldalfalak is teljesen készen vannak. Hát csodálatos lett, Joe! Yes! Csodálatos lett! Te vagy csodálatos! Te vagy! Úgyhogy nagyon szuperül haladnak anyáik, elvileg péntekre készen lesznek, és akkor majd viszem őket haza. De egyébként ma itt alszom én is Bélapátfalván. Wow! Nagyon ügyes! Na figyeljetek, ide feküdtem, ahol lesz az ágy. És ez lesz a kilátás. És Joe papa mindig itt fog állni fölöttetek. Yeah. Így vigyem. Így. Ahogy akarod. De hova tegyem? Itt állok. Kukucs, Tina, kukucs. Kukucs. Hoppa, kukucs, Tina. Hoppa. Hogy lát, hogy. Vagyunk? Ott egy fácán.
Csodálatos. Na, sziasztok! Ma van az utolsó nap, kész vannak anyáik, és holnap viszem őket haza. De ma még dolgozunk, ma egyébként péntek van. Én is annyi mindent csináltam. Ezt itt én vartam ide teljesen egyedül, ezt én szaptam ide teljesen egyedül, látjátok oda? És én is vartam be, ezt az ablakot is teljesen egyedül csináltam, úgyhogy nagyon büszke vagyok rám. Mi? Magamra? Mondtam is apának, hogy megyek én is velük kartonozni a projekt után, úgyhogy ez volt a felvételi vizsga. Nem, de tényleg egyébként nagyon durva, tehát hogy most elképzeltem, most így láttam, hogy apáik ezt csinálják minden nap Németországban, és ezért ez nagyon kemény ám, tehát tartani, meg csavarozni, meg minden reggeltől estig, minden nap nagyon kemény. Úgyhogy nagyon büszke vagyok anyukámékra, hogy így nyomják az ipart. Na de gyerekek, teljesen kész van a házikóban a kartonozás, most már csak egy kis ablak van vissza, meg még itt ezeket a sarkokat majd le kell szépen gyalulni, de egyébként így néz ki. Nézzétek, de csodálatos! Mindenhol itt van a karton. Jaj, de szép! Hát, apa azért itt, amit művelt, hát le a kalappal, én nem mertem volna ezen az állványon, amúgy sem merek ráállni, de nagyon durva, hogy ő ezt itt kivitelezte, nagyon büszke vagyok rá, és nézzétek, jaj, az is olyan jól mutat, oda kéne valamit kitalálni. Na mindegy, rengeteg dolog van egyébként még vissza, szóval közel sem vagyunk a végéhez. Most fogunk nekiállni a konyhapultnak, ha minden igaz, mert azt is apa csinálja. Illetve ide a fürdőbe még készíteni fogunk, vagyis apa, egy mosdószekrényt, amire majd megy szépen a mosdókagyló. Aztán igazából ennyi fért bele ebbe a két hétbe, úgyhogy nagyon szomorú vagyok, hogy anyáik most mennek haza, de nem baj, majd novemberben megint jönni fognak. Aztán ma még nálam alszanak anyáik, és akkor holnap reggel viszem őket Veszprémbe, és ők meg majd vasárnap utaznak vissza Németországba, úgyhogy jó sokat dolgoztak. Na, az a helyzet. Nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, és nagyon csodálatos munkát végeztek tényleg, hát ez olyan profi munka, gyerekek, most, hogyha ide jött volna bármilyen cég kartonozni, nem az, hogy leszólok bárkit, vagy ilyesmi, egyáltalán nem, csak az, hogy ugye apukám figyel azokra a részletekre, amiket mások lehet, hogy meg sem kérdeznének, például, hogy hova akarok polcot rakni. Apa mindent beOSB-zett itt az alsó szinten, mert ismer engem, és tudja, hogy lehet, hogy két hét múlva kitálom, hogy akkor én oda akarok egy szekrényt a falra. Úgyhogy nagyon-nagyon szuper lett tényleg, és olyan nagyon hálás vagyok. A tivornya. A tivornya. Captain Joe. Yes. Ott kell passzolnia. Szerintem nélkül passzol. Nem tudom én ezt. Tartsad még. Te is így szoktad. Na, itt a konyhapult, és már kivágtuk a mosogatónak a helyet. Itt lesz a konyhapult, gyerekek. Jaj, de szép lesz. Na, készen vagyunk, elrett az eső, most bepakoltunk szépen az utánfutóba, meg mindjárt hozom az autót, és abba is belepakolunk, aztán irány haza, találkozunk a következő vlogban.